gyorsan tudok döntéseket hozni és megcsinálni egy hangszerelést. És mit tudom én, amivel egy rutintalan ember mondjuk szöszöl egy hangszínnel egy fél napig, azt mondjuk én 10 perc alatt megcsavarom azt a szinti hangszín, mert tudom, hogy ide egy ilyen fog élni. Mm, tehát azért... akkor ott a fő funkciókra koncentrálsz, és akkor a kidolgozást már csak akkor csinálod meg, hogyha tényleg működik az az ötlet. Igen, igen, de én közben azt csinálom, mert egyébként nagyjából közben keverem már, ott csinálom amúgy. Aha, tehát már így... Mindig az szokott lenni, egyedül nagy dobot szoktam cserélni a végén, mert pont mindig a kiket szoktam úgy kiválasztani, hogy ne kelljenek húzni amúgy a végén, hogy az egyből bele ilyen És a akkor mészre. a teljes folyamatot te viszed végig, ha jól értem. Tehát... Hangszerelést igen. A... De sokszor van, hogy az, az is előadó függő, mert sokan vannak, hogy ott vannak nálam, valamikor teljesen rám r meg én amúgy szeretem, hogyha ott vannak, mert az is már, hogy valaki ott van a jelenlétésen inspiráló egyébként, meg őnek is van ötlete, valami ötlete, meg valamilyen referenciázenét meghallgatunk, és abból valami eszembe jut.